mi, mint csapat bármelyik meccset megnyerhetjük, hisz ez a tavalyi téli szezonban is látszott, hogy még egy Diósgyőr sem tudott minket megverni. Januártól az akadémiai rendszer is beindult a novi labdarúgásban, és az elmúlt fél évben hát nagy munkát végeztünk, hogy a lányok is rendszerben tudjanak sportolni. Ez egészen ugye az akadémiai rendszer a 15-17-19 évesekről szól, akik egy zárt bajnokságban fognak, tehát a legjobb kiemelt egyesületek zárt bajnokságban fognak szerepelni. Ez a bajnokság is elkezdődik majd már jövő héten. És természetesen az alatt lévő korosztályban, a 14 éveseknek van egy régiós bajnokság, a 6 és 12 éves közötti kislányoknak pedig a Bozsik program. Tehát itt is teljesen hasonlóan, mint a fiúknál működik az utánpótlás akadémia rendszere. Én ide mindig nagyon meleg szívvel térek vissza, hiszen jó pár évet húztam itt le, és mindig is tervem volt, hogy a jövőben még itt játszak, és ilyen körülmények között olyan csapatban legyek, akiknek terveik vannak, és minél tovább szeretnék vinni az Etónak a hírnevét, illetve folyamatosan az első osztályban tartani a csapatot. Tudtam azt, hogy milyen komoly célokkal vágtak már neki a téli szezonnak is, akár a vezetőség részéről, akár a csapat játékosai, és tudtam, hogy ez nyáron csak erősödni fog, és hogy még nagyobb célokat szeretnének kitűzni, és ennek fényében még az első edzés előtt közösen mi megbeszéltük azt, hogy kinek mi az elvárásai a csapattal szemben, és hol szeretnénk végezni. Tehát, hogy azt hiszem mindenki nevében mondhatom, hogy a legjobb teljesítményt szeretnénk nyújtani, amit együtt össze tudunk hozni, és minél előbb szeretnénk végezni a tabellán. Tehát egyértelmű, hogy ott a dobogó a cél, amiért nagyon sokat kell dolgoznunk, de azt hiszem olyan egyéniségek alkotják a csapatot, ami alapján tényleg elvárás, hogy odaérjünk. Én tényleg egy sikeres felkészülés van mögöttünk, amiből szerintem tudunk építkezni, és már az elején látszott, hogy nagyon jó a csapat összhang is, és minőségben is javultunk. Volt még azért mit csiszolni, meg persze ez a vereség sem jött jól, de úgy érzem, hogy sokkal jobban összekovácsolta a csapatot. Megbeszéltük vezetőséggel is, és egymással is, és szerintem maximálisan fogunk belemenni ebbe a bajnokságba. Nagyon nehéz lesz, mivel tényleg sokat erősödtek a csapatok is, a feljutó csapatok is, hát nagyon jók lesznek, és készülni kell nagyon ellenük. De szerintem mi, mint csapat, bármelyik meccset megnyerhetjük, hisz ez a tavalyi téli szezonban is látszott, hogy még egy Diósgyőr sem tudott minket megverni. Szerintem biztos, hogy sokkal sikeresebbek leszünk, mint tavaly. De nyáron nagyon megerősödött a csapat, ugye 4 olyan játékos érkezett, aki tényleg erősítést jelentett. Most már tényleg az a célunk, hogy az első 3 hely valamiket meg tudjuk szerezni, és ez benne is van a csapatban. Bár ugyan az első mérkőzés nem úgy készült, nem úgy történt, ahogy elképzeltük, hiszen a felkészülés alatt 25 gólt rúgtunk, az egyet csak kaptunk. Ez az én gondolataimban már nem jó szült, mert ha ennyire jól sikerül a felkészülés, csak a bajnoki nyitány az valóban nem sikerült úgy, de a játékra, a csapatra egy szót nem szólhatok, mert rengeteg lehetőségünk volt, jól játszottunk, de mégis kikaptunk, mert a gólhelyzeteket nem tudtuk értékesíteni, és a futball így büntetett minket ezen a mérkőzésen, de tudom, hogy a csapatban sokkal több van, és ezt be is fogjuk bizonyítani.